A tiltakozások ellenére szeptembertől úgynevezett zöld útlevélhez kötik az olasz hatóságok a távolsági közösségi közlekedési eszközök használatát. Az újrainduló jelenléti oktatásban is csak ezzel lehet majd részt venni. Az igazolást a koronavírus ellen beoltottak, a betegségen fél éven belül átesettek és a friss negatív tesztet produkálók kapják. Szeptemberben teljes biztonságban újraindítjuk a jelenléti oktatást, mondta az olasz egészségügyminiszter. Az új törvény követelményként írja elő a zöld útlevelet az iskola látogatásához minden diáknak és alkalmazottnak. Mától a zöld útlevél, amely QR kód formájában az állampolgár fontos adatait tartalmazza, kötelező lesz az éttermekbe vagy bármilyen zárt térbe való belépéshez, ideértve az edzőtermeket, mozikat és színházakat, mondja az Euronews tudósítója. A szabályt megszegőkre súlyos 400 és 1000 euró közötti bírságok várnak. Az igazolás papír és digitális formában is használható lesz. Formato cartaceo, ma anche quello digitale. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.